Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit a mai megemlékezésünkön. Olasz Liszka a brutális és értelmetlen gyilkosság szimbólumává vált 15 évvel ezelőtt. De egyben egy felkiáltójel is volt. Felkiáltójel volt az akkori kor politikusainak és igazságszolgáltatási rendszerének. Egy tisztességes, becsületes tanárembert, aki a jövő nemzedékét oktatta, nevelte, a csőcselék agyonverte. Magyarország történetében azt gondolom, akkor az egész országot megrázta. És mindenki várta azt, hogy változásokat fog ez eredményezni. De nem eredményezett. Nem volt megtorló büntetés, és nem tettek semmit annak érdekében, hogy azt a szubkulturális közeget, ahonnan a gyilkosok érkeztek, azt felszámolják. A mai napig pedig a helyzet egyre romlik. Nem messze Monokon, az elmúlt hetekben egy 77 éves idős embert, két fiatal, 16 és 14 évesek, olyan természetességgel vertek agyon, mintha levegőt vettek volna. Ki kell mondanunk, hogy ma Magyarország számos településén a magyar állam megszűnt létezni. A becsületes, tisztességes emberek elmenekülnek, mert sem az értékeik, sem az életük nincs biztonságban. És indíthat a kormány bármilyen vidékfejlesztési programot. Csinálhat járdákat, rendbetehet utakat. De addig, amíg nincs közbiztonság, addig ezek a településeink élhetetlenek lesznek. Nulladik lépésnek kell annak lennie, hogy felszámolják a no-go zónákat. És ma Magyarországon a Mi Hazánk mozgalom az egyetlen párt, amelyik kimeri mondani, hogy Magyarországon vannak no-go zónák. De nem csak kimerjük mondani, mert azt gondolom, hogy az kevés. Kimondani ma már kevés. Van programunk, leírt programunk arra, hogy hogyan tudjuk ezeket a no-go zónákat felszámolni. És van bennünk politikai akarat. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Az elmúlt 30 évben a politikai akarat volt az, ami hiányzott. Ha lett volna politikai akarat, azt gondolom, ma nem lennénk itt. De nem volt. És ne legyünk naívak, rajtunk kívül nem is lesz. Sem a balliberális tömbben, sem pedig a Fideszben. És azt gondolom, hogy ennek két nagyon fontos oka van. Az egyik oka az, hogy a nemzetközi gazdáik, akik éppen az új világrendet építik, egyszerűen nem engedik nekik. Olyan szervezeteken keresztül, mint a TASZ, amelyik pontosan most támadta meg a Magyar Önvédelmi Mozgalmat. De már évek óta támadja azokat az önkormányzatokat, és azokat az önkormányzati rendeleteket, amelyek a rendért születnek. Miskolcnak is volt ilyen rendelete, a Tiszta útban a rendes ház, 2012-ben terjesztettük a város elé. A TASZ megtámadta, mert szerepelt benne az a tétel, hogy hány négyzetméter jusson egy gyermekre. A TASZ szerint ez szegényellenes, rasszista, és a magyar bíróságokkal visszavonatták, és azok partnerek voltak benne. De volt másik borsodi település, ahol a lakhatási támogatást ahhoz próbálta kötni az önkormányzat például, hogy az illető, aki kapja ezt a támogatást, az tegye rendbe a portáját, legyen kerítése, és az árkot tisztítsa ki. A TASZ ezt is megtámadta. Fel kell menni a TASZ honlapjára, és meg lehet nézni ezeket a rendeleteket, amelyeket visszavonatott. Több száz rendeletről beszélünk országosan. A másik indok pedig azt gondolom prózaibb, mind a balliberális oldal, mind pedig a Fidesz. Nagy létszámú, könnyen befolyásolható és szállítható szavazókat lát ezekben az emberekben. És ők számítanak ezekre a voksokra. Ki kell mondanunk, hogy ma Magyarország számos településén ezek a tömegek eldöntik a választásokat. És ezért soha nem lesz érdekük az, hogy változtassanak rajta. Én azt gondolom, Magyarország előtt két út áll. Az egyik, hogy a magyar állam törvényes eszközökkel elkezdi felszámolni a no-go zónákat. A másik út az sokkal szomorúbb. Az azt fog jelenteni, hogy a no-go zónák fogják lassan, de biztosan felszámolni a magyar vidéket. Nem adjuk! De mi azért vagyunk itt ma, hogy harcoljunk. Harcoljunk a rendért, harcoljunk a településeinkért, és azért a 2022-ben legyen bent a parlament egy olyan magyar párt, amelyik nem hagyja szőnyeg alá söpörni a problémát. Mert nem hagyhatjuk. Ez a Mi Hazánk. Köszönöm, meghallgattatok.